helyreálltam egy piac. A megtermesztőknek sikerült megállapodásra jutniuk a felvásárlókkal és feldolgozókkal a 100 forintos kilónkénti árban, amely biztosítja számukra a vesztesség nélküli termelést. Útfelújítások Máté Szalkán. Közel 4 kilométernyi belterületi utat újítottak fel a Szatmári városban. Az önkormányzat 192 millió forintot költött a beruházásra. Teichmann és Béres öröksége. Élelmiszereink, tápanyagaink minősége továbbra sem megfelelő, ezért is szükséges nyomelemtartalmú, immunrendszert erősítő készítmények bevitele, hangzott el egy kisvárdai emlékülésen. A megtermesztőknek sikerült megállapodásra jutniuk a felvásárlókkal, feldolgozókkal a 100 forintos kilónkénti árban, amely biztosítja számukra a veszteség nélküli termelést. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tiltakozásnak köszönhetően jövőre már nem fordulhat elő az idén és az előző évben kialakult helyzet, mivel kiderült, az iparnak szüksége van a magyar megyre. A hazai termés 83%-át a német piacra szállítjuk befőtt formájában. 10-11%-át friss megyként értékesítjük, a többit pedig mélyhűtött termékként. Az elmúlt hetekben a feldolgozók mindössze 55 forintos áron kívánták felvásárolni a medgyet, azonban a termelők elfogadhatatlannak tartották ezt. Tiltakozásba kezdtek, napokon át nem kaptak gyümölcsöt a felvásárlók, miután a termelők úgy döntöttek, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt inkább közintézményeknek, iskoláknak, óvodáknak adják a termést. Az eltökélt termelőknek sikerült megállapodásra jutniuk a felvásárlókkal, feldolgozókkal a 100 forintos kilónkénti árban, amellyel lényegében nullára jönnek ki a gazdálkodók. Pozitívan változott ez meg, sokan hírt szereztek arról, hogy a 100 forintot, amikor bejelentettük, ma ez 110 forintra módosult a feldolgozó üzemekben, inkább a nagy problémát most már a feldolgozók részéről jelentkezik azzal, hogy most szembesülünk azzal, hogy a 60-65 ezer tonna megy nem lesz meg, még talán most már a feldolgozók azt mondják, hogy inkább az 50 ezer tonnához lesz közelebb, és az első 10 nap, hogy azzal telt el, az egyezkedéssel telt el, bizony azt most már nem lehet bepótolni, és a feldolgozók alapanyaghiányba szenvednek. A hazai termés 83%-át a német piacra szállítjuk befőtt formájában. Így a problémát egyfelől elsősorban a német nagykereskedők piaci magatartása okozza, de a termékpálya más szereplői is hibásak a kialakult helyzetért. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évre gyorsan jött a válasz a másik oldalról, és most az a baj, hogy a kereskedők olyan indulata van most a termelők iránt, hogy épp arról beszélgettünk, hogy talán most egy kis szünetet kell hagyni, míg mind a két fél lecsillapodik, mert ilyen indulatok mellett nem lehet talán egy egészséges tárgyalást folytatni, de hogy mind a két fél figyelmeztetve lett, hogy az egymásra utaltság mennyire fontos, én úgy gondolom, hogy el kell kezdődni egy olyan alapos egyeztető tárgyalásnak, ahol mind a két fél nyugodt körülmények közt egy olyan megoldás született, aki mind a két félnek elfogadható. Rácz Imre szerint a tiltakozásnak köszönhetően jövőre már nem fordulhat elő az idén és az előző évben kialakult helyzet, mivel kiderült, az iparnak szüksége van a magyar megyre. Közel 4 kilométernyi belterületi utat újítottak fel Máté Szalkán. A város önkormányzata 192 millió forintot költött a beruházásra. A felújítás során összesen 3500 tonna aszfaltot használtak fel. A város polgármestere szerint a fejlesztés nem csak a helyiek életét könnyíti meg, hanem a gazdasági életre is pozitív hatással lesz. Máté Szalka elavult kátyús útjait 3,75 kilométeres szakaszon újította fel a város önkormányzata egy építőipari Kft. Együttműködésével. Az új utakon járunk elnevezésű projektben a belterületi szakaszok javítása történt meg, az útfelújítás pedig mindig aktuális, tette hozzá Hanusi Péter polgármester, aki reméli, a közeljövőben a külterületi utak burkolatát is korszerűsítik. Nagyon fontos volt ez több szempontból is. Lehet, hogy ha azt mondom, hogy ez 3,75 kilométer, tehát majdnem 4 kilométer felújítása volt, illetve plusz 206 méter új útépítés. Ez önmagában így nem biztos, hogy azt mondják az emberek, hogy ez mekkora lépés, de hogyha elmondom azokat a helyszíneket, ahol ez történt, ahol például most állunk az ipari úton. Az ipari úton gyakorlatilag nagyon töredezett, kátyús, folyamatosan javítgatott útfelület volt.
A felújítás során összesen 32 ezer négyzetméteren 3500 tonna aszfaltot használtak fel, több mellékutat is kijavítottak, az iskola közelében pedig egy 205 méter hosszú összekötő utat építettek. Ez ipari út volt a projektben a legnagyobb és legnagyobb jelentőségű mű. Ezek mellett elkészítettük a József Attila közt, Hodászi úton építettük újra, illetve elkészítettünk több gyalogos átkelőhelyet, forgalomtechnikai beavatkozásokat végeztünk, buszoblöket helyeztünk, gyalogos korlátokat. A felújítás nem csak az itt lakók életét könnyíti meg, a gazdasági életre is pozitív hatással lesz. Azt gondolom, hogy amikor a befektetők ide jönnek, és látják, hogy egy normális úton lehet megközelíteni azt az ipari centrumot, azt az ipari parkot, annak a mellékutcáit, ahol ők szeretnék az üzemeiket, a beruházásokat elhelyezni, azt gondolom, hogy ez egy pozitív kép. Ezt meg fogja utána, illetve követni fogja a tárgyalás, megnézik az infrastruktúrális, illetve a különböző szolgáltatásokat, víz, gáz, villany, szennyvíz, de azt gondolom, hogy az alapinfrastruktúra mindig az út, a megközelíthetőség. Máté Szalkának, mint gazdasági centrumnak kiemelkedő szerepe van a térségben, ami ezentúl még jelentősebb lesz, hangzott el a projekt zárón. Élelmiszereink, tápanyagaink minősége továbbra sem megfelelő, ezért is szükséges nyomellemtartalmú, immunrendszert erősítő készítmények bevitele, véli ifjabb Béres József. A Béres Csepp megalkotójának fia egy kisvárdai rendezvényen kiemelte, apja, valamint édesapja egyik mestere előtt többek között úgy tisztelegnek, hogy a kutatásokat tovább folytatják, most pedig emlékülést szerveztek annál a kisvárdai központnál, ahol a munkálatok, kísérletek évtizedekkel ezelőtt elkezdődtek. Ez a kísérleti intézet Teichmann telepe, amely 1943-ban állami növénynemesítő központként kezdte meg működését Kisvárdán, vezetője Teichmann Vilmos volt. A telep jelenlegi üzemeltető társaságának ügyvezetője kiemelte, 70 évvel ezelőtt igen fontos volt, hogy a burgonya népélelmezési cikként egészséges, jó minőségű legyen, ezért többek között ezekben az üvegházakban vizsgálták, kutatták a növényt. A Teichmann Vilmos által nemesített burgonyafajták pedig a 40-es évektől kezdve hosszú évtizedekig népszerűek voltak. Ezek voltak a gülbaba és a kisvárdai rózsa, amelyek nem csak Magyarországon, de külföldön is híresek lettek, és ott is elterjedtek. És most ez a mai rendezvény, amit szerveztünk, mint tudományos emlékülés, részben a Teichmann Vilmos munkássága előtt tiszteleg, mint kutatótudós előtt, részben pedig az ő tanítványa, aki 1963-ba került ide, és itt dolgozott haláláig, ő pedig a dr. Béres József, ugye a Béres Csepp megalkotója, feltalálója. A Széchenyi díjas kutató, valamint mestere, Teichmann Vilmos öröksége munkássága előtt pedig ma is tisztelegnek Kisvárdán. Az emlékülésen elhangzott az egyik legfontosabb, hogy az általuk elért eredményeket, kutatásokat tovább folytatják, hiszen élelmiszereink, tápanyagaink minősége továbbra sem megfelelő. A nyomelemeknek, vagy akár makroelemeknek nagyon sok kórképhez, betegséghez van köze, ha ezek hiányoznak a táplálkozásláncból és így élelmiszereinkből is, és elvezetnek betegségekhez. Tehát lényegében ezt a gondolatot bontottuk tovább az elmúlt 25 évben más termékek irányába. Hát ezek a reprodukciós problémáktól egészen a csontrendszernek a fejlődéseig, illetve a porcok, a látás mechanizmusáig terjednek, hisz mindezeknek a tápanyagoknak, mindezeknek az elemeknek, amelyek a növények, állatok és az ember számára is fontos, nagyon sokféle emberi működésben központi szerepük van. Az ülés után koszorúkat helyeztek el a Teichmann Vilmos, illetve a Béres József emléktábláknál. Indul a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, mától nyújthatják be a mikro, kis és közepes vállalkozások pályázataikat. A vállalkozások modern eszköz és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a versenyképesség feltételeinek megteremtésére és fenntartására összesen 65 milliárd forintos keretösszegből nyerhetnek támogatást. A termelési kapacitás bővítésére főként a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások jelentkezhetnek, 50 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el.
Éjjel egy tehergépkocsi ütközött kamionnak a 41-es számú főúton Baktalúránt házánál. Amikor a rakomány nélküli lengyel rendszámú tehergépkocsi a főúthoz ért, úgy akart egyenesen tovább haladni, hogy nem adott elsőbséget a neki jobbról érkező román rendszámú fagyasztott húst szállító kamionnak. A mentők a tehergépkocsi vezetőjét szállították kórházba, a járművet pedig autómentő vitte el. A nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Egy kombány pedig aratás közben gyulladt ki Újfehértó közelében. A szerda délutáni eset körülményeit, a tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja. A gépről a tűz a gabonatáblára is átterjedt. A tűzoltók több oltósugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A kár több milliós. Akár évente 2 millió forintjába is kerülhet a Nyírerdő ZRT-nek a rongálások helyreállítása, mondta televíziónknak a társaság erdészeti igazgatója. Tögyfa Gábor kiemelte, nagyon változó a károkozások mértéke, hiszen akad olyan év is, amikor mindössze 500 000 forintba kerülnek a karbantartási, javítási munkák. Az erdészeti igazgató azt mondta, idén kevesebb a rongálás, így inkább az elhasználódott régebbi pihenőrészeket újítják fel a nyíregyházi erdőben. 500 focipálya méret, körülbelül ekkora a nyíregyházi parkerdő, ahol a Nyírerdő ZRT munkatársainak mindig van mit tenniük. Éves szinten olyan 500 000 forint, 2 millió forint az, amit mondjuk a károkozásból kell nekünk helyreállítani. Változó nagyon. A legtöbbször a tájékoztató táblákat rongálják az erdőben, ám most valamennyi pihenő rész és tábla jó állapotban van. Ebben az évben jellemzően kevesebb volt a károkozás. Szerintem ez annak is betudható, hogy még többen járnak az erdőben, még kevesebb alkalom van arra, hogy valaki kárt tegyen valamiben. Elsősorban most a elhasználódott időt, idejüket megélt eszközöket cseréltük le, vagy karbantartjuk folyamatosan, és nyáron a gyerekekkel inkább a táborainkban, a foglalkozásainkon foglalkozunk szívesebben. Most is jelenleg zajlik ez. Ők a Szőlőskerti Általános Iskola tanulói, az egyik önkormányzat által szervezett tábor keretén belül sétáltak a sóstói erdőben. A diákok azt is megtudták, hogy a nyíregyházi parkerdő egy véletlen elírásnak köszönheti létét. Mikor még nem volt itt a sóstói erdő, akkor itt lakott egy földes úr, és az itt lévő egyik emberének küldött egy üzenetet, hogy vessen mákot, csak hogy véletlenül a földes úr lehagyott egy ékezetet, és így az lett a levélben írva, hogy vessél makkot, és nyilván, hogyha makkot vetünk, akkor tölgyfa lesz belőle, és így alakult ki a sóstói erdő. A diákok egy-egy erdei foglalkozáson a növényekkel és az állatokkal is megismerkednek, az előadók pedig arra is figyelnek, hogy a környezetvédelem fontosságára is felhívják a tanulók figyelmét. Szakemberek szerint fontos, hogy minőségi napszemüveget válasszunk. A részleteket hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A meccs sokoldalú felhasználhatóságát mutatja be a gasztronómia, a gyógyászat, a borászat, valamint a sör és a pálinka kultúra területein keresztül a szombati Meggyes Nap a Sóstói Múzeumfaluban. A Meggyes Nap sztárvendége Tabán István lesz, aki az este végén koncerttel szórakoztatja a közönséget. Az Ohiói Dominican Egyetem legjobb teniszezőjének és legjobb sportolójának is megválasztották az elmúlt tanévben a nyíregyházi Csonka Gábort. Az Egyesült Államokban tanuló 22 esztendős fiatalember a következő szezonban a legmagasabb osztályban szereplő Béton Rúzsi Egyetem színeiben szerepel majd. A napszemüveg ma már nem csak divatcikk, egészségünk szempontjából is fontos védőeszköz. Az UV-sugárzás nem csak a bőrünk, hanem szemünk egészségi állapotát is veszélyezteti. A nem megfelelő védelem következtében gyakran szaruhártya, illetve kötőhártya gyulladást okoznak a káros sugarak. Az UV-sugarakat hullámhosszuk szerint AB és C sugarakra oszthatjuk. Elsősorban a hosszabb hullámhosszú UVA és B sugarak egy része jut el a szem különböző mélységéig. Ezek legtöbbször szaruhártya, illetve kötőhártya gyulladást okoznak. Ha a mélyebben is eléri a szemet, akár szürke hályok kialakulásához is vezethet. Az idősebb korosztálynál pedig a szemlencse vízvesztését okozhatja. A védelem legpraktikusabb módja a napszemüveg viselése, azonban nem mindegy, hogy miért választunk.
Nagyon fontos, hogy ne csak a szemüveg lencséjére figyeljünk, hanem először a szemüveg alakját nézzük meg. Mindig az arcformánknak megfelelően válaszunk szemüveget. Akkor kényelmes, hordható, praktikus egy napszemüveg, hogyha a szemöldökünk fölött nem ér, ha az arcunk élét nem haladja meg, illetve megfelelő nagyságú legyen. Nagyon fontos, hogy oldalról is védjenek ezek a szemüvegek, hiszen előfordulhat az erős sugárzásban az oldalreflexió kialakulása. Fontos az is, hogy milyen színű napszemüveget választunk. A nem jó minőségű napszemüvegek megváltoztatják a tárgyak színét, az árnyalatok megváltoztatása kellemetlen szédülő érzést hozhat létre. Kutatások bizonyították, hogy a gyermekek szeme évente háromszor annyi fényt kap, mint a felnőtteké. Ezért őket sapkával és napernyővel óvjuk, de náluk is fontos lenne a szemüveg használata. Amikor egy napszemüveget vásárolunk, akkor kérjük ki a szakember tanácsát. Továbbiakban egy garanciát biztosít a szaküzleten keresztül az, hogyha bármi problémánk van, akkor ugye élhetünk a fogyasztói jogainkkal. Továbbiakban egy olyan garancia, hogy a üzletekben megtalálható termékek ugye az Európai Uniós szabványoknak megfelelnek. A megvásárolt napszemüvegeket minden optikában bevizsgálhatják UV-sugárzást lemérő eszköz segítségével, hogy biztos védelmet nyújtson. A meccs sokoldalú felhasználhatóságát mutatja be a gasztronómia, a gyógyászat, a borászat, valamint a sör és a pálinka kultúra területén keresztül a szombati Meggyes Nap a Sóstói Múzeumfaluban. A Meggyes Nap sztárvendége Tabáni István lesz, aki az este végén koncerttel szórakoztatja a közönséget. Hosszabb nyitvatartással, étel-italkóstolással, gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral, előadással és zenei programmal várja szombaton a Sóstói Múzeumfalu a kilátogatókat. A Meggyes Nap délután 2-kor kezdődik, és egészen este 9-ig tart. Egyrészt ez egy újdonság. Ilyen még nem volt Nyíregyházán sem a Sóstói Múzeumfaluban. Másrészt a Meggy az Szabadcsatmár-Bereg megyének a gyümölcse, nagyon nagy mennyiségben termelik itt. Ugye Újfehértónak a nevéről egy megy típus is kapta a nevét, amit ott kísérleteztek ki. Másrészt a Meggy egy nagyon egészséges gyümölcs, lugosítja a szervezetet, immunrendszert karban tartja, rák ellen is segít. Tehát a fogyasztása mindenféleképpen ajánlott. A múzeumfaluban ezt fogják megmutatni, hogy kicsik és nagyok milyen formában fogyaszthatják ezt a megyet egy show keretében, és azért is jó ötlet, és azért is fontosnak tartom, hogy most egy ilyen Meggyes Nap lesz szombaton a múzeumfaluban, mert az itt lévő turistákat is meg tudják szólítani, be tudják hozni, evésivás nem ütközik nyelvi akadályokba, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. A gyermekprogramok mellett a felnőttek szórakoztatására is készültek a szervezők. A kilátogatók a Megy szerepe az egészséges táplálkozásban címmel láthatnak előadást, valamint délután 4 órakor a Nyíregyháza környéki bokortanyákról nyílik egy fotókiállítás. Azért gondoltunk erre, mert egyrészt a múzeumfalunak az a felvállalt feladata, hogy az elmúlt koroknak, a régi paraszti kultúrának az értékeit közvetítse a mai nemzedékek felé, és hát ennek része volt ennek a kultúrának a gyümölcstermesztés is, és egyrészt részben a múzeumfaluban is magában nagyon sok megyfánk van, másrészt pedig a Meggy ezen a vidéken, a megyében egy igen kedvelt gyümölcsfajta, és úgy gondoltuk, hogy akkor szervezünk a Meggy köré egy programot. A Meggyes Nap sztárvendége Tabáni István lesz, aki az este végén koncerttel szórakoztatja a közönséget. Az Ohiói Dominican Egyetem legjobb teniszezőjének és legjobb sportolójának is megválasztották az elmúlt tanévben a nyíregyházi Csonka Gábort. Az Egyesült Államokban tanuló 22 esztendős fiatalember a következő szezonban a legmagasabb osztályban szereplő Béton Rúzsi Egyetem színeiben szerepel majd. Nem is olyan régen, még a Fucsovics Mártonéhoz hasonló pályafutást jósoltak a szakemberek a nyíregyházi Csonka Gábornak, aki a hazai korosztályos versenyeken elért sikerek után a nemzetközi mezőnyben is kipróbálta magát olyannyira, hogy 4 évvel ezelőtt felkerült a férfi világranglistára. Fucsovicshoz hasonlóan ő is megfordult a Stuttgarti Akadémián, majd úgy döntött, hogy felhagy a versenytenisszel. A 22 éves fiatalember 1 évvel ezelőtt ösztöndíjasként került az Ohio Dominican Egyetemre, ahol első pályás játékosként szerepelt az intézmény második
divíziós csapatában. Mégpedig olyan sikerrel, hogy őt választották meg az egyetemen az év teniszezőjének, és valamennyi sportág képviselője közül az év sportolója címet is ő nyerte el. Teljesítményére több magasabb osztályban szereplő csapat is felfigyelt, így Gábor ősztől Louisianában folytatja pályafutását és tanulmányait. Az egy nagyon jó egyetem lesz, Louisianában van, Baton Rouge városában. Ők top 25-ben vannak, mint Division 1-es program, illetve maga az iskola is egy gyönyörű hely, úgyhogy nagyon örülök, hogy oda felvettek. Gábor augusztus közepéig Nyíregyházán készül, majd elutazik az Egyesült Államokba, ahol új állomáshelyén is szeretné megismételni a legutóbbi szezonban nyújtott teljesítményét. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A megytermesztőknek sikerült megállapodásra jutniuk a felvásárlókkal, feldolgozókkal a 100 forintos kilónkénti árban, amely biztosítja számukra a veszteség nélküli termelést. A tiltakozásnak köszönhetően jövőre már nem fordulhat elő az idén és az előző évben kialakult helyzet, mivel kiderült, az iparnak szüksége van a magyar megyre. Közel 4 kilométernyi belterületi utat újítottak fel Mátészalkán. A város önkormányzata 192 millió forintot költött a beruházásra. A felújítás során összesen 3500 tonna aszfaltot használtak fel. A város polgármestere szerint a fejlesztés nem csak a helyiek életét könnyíti meg, hanem a gazdasági életre is pozitív hatással lesz. Élelmiszereink, tápanyagaink minősége továbbra sem megfelelő, ezért is szükséges nyomelemtartalmú, immunrendszert erősítő készítmények bevitele, véli ifjabb Béres József. A Béres csepp megalkotójának fia egy kisvárdai rendezvényen kiemelte, apja, valamint édesapja egyik mester előtt többek között úgy tisztelegnek, hogy a kutatásokat tovább folytatják, most pedig emlékülést szerveztek annál a kisvárdai központnál, ahol a munkálatok, kísérletek évtizedekkel ezelőtt elkezdődtek. A Kölcsey Televízió csütörtöki híradóját látták, friss hírekkel pénteken jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap napos, de szeles időre számíthatunk. A hőséget megszüntető hidegfront után a korábbinál hűvösebb, száraz levegő érkezik fölénk északnyugat felől. Éjjel csak időnként növekszik meg a felhőzet, kisebb eső zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is hidegfronti hatás van térségünkben, nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, vasárnap délután északnyugat felől megnövekedhet ugyan a felhőzet, de estig nem valószínű csapadék. A jövő hét elején a sok napsütés mellett lesznek ugyan felhősebb időszakok, de csak néhol lehet zápor vagy zivatar. Néhány fokos melegedés, igazi nyári idő várható.